Sportolók, sportvezetők vettek részt azon a fórumon, amelynek a megyeháza díszterme adott otthont. Mint a Sporthírt felelős államtitkár elmondta, az utánpótlás nevelés, az élsport, a parasport és a szabadidősport egyaránt fontos a kormány számára. Nem lesz mindenkiből olimpiai bajnok, de ahhoz, hogy a gyerekek egészségesen nőjenek fel, mindenki számára biztosítani kell a sportolási lehetőséget. Ugyanis nemzetstratégiai ágazata sport területe, és mindannyian büszkék vagyunk az eredményekre, sikereinkre. És ehhez bizony nekünk, sportvezetőknek nagyon sok feladatunk volt az elmúlt időszakban, hiszen az élsport, az utánpótlás nevelés, a szabadidősport, természetesen a fogyatékkal élők, létesítményfejlesztések, hazai és nemzetközi sportesemények, mind-mind így egész a sport területe, és hogyha egy kicsi szegmense is hiányzik, akkor bizony nem lesznek a jövő generációiból olyan eredmények és sikeres sportolóink, amilyeneket most köszönhetünk. Úgyhogy ezeket az eredményeket fogom a mai sportfórumon bemutatni, és szerintem mindenki nagyon-nagyon büszke lehet az elért sikerekre, a sportolóinkra, és azokat a programokat, amelyeket el tudtunk indítani az elmúlt időszakban, azok bizony mindannyiunk érdeke, hogy tovább tudjanak folytatódni. Úgyhogy rengeteg tervünk van a jövőre vonatkoztatva, de most azt fogom bemutatni, hogy miket értünk el. A fórumon szó esett a létesítményfejlesztésekről is. A közelmúltban készült el a nyíregyházi sportuszoda, az atlétikai centrumban már országos bajnokságot is rendeztek, és már épül az új nyíregyházi futballstadion. Nagyon fontos volt, hogy minden sportág megtalálja az otthonát, és itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is lehet látni, hogy szinte valamennyi sportágnak a létesítményei megújultak. Ezzel azt a lehetőséget kaptuk meg, hogy itt is a megyében, akár a városunkban, Nyíregyházán is tudjunk rendezni sporteseményeket, nem csak hazaiakat, hanem nemzetközieket is. És az is nagyon fontos, hogy például edzőtáborozásokra is alkalmasak ezek a létesítmények, hiszen vannak közöttük egészen egyedi, európai színvonalú létesítmények, amelyekre szintén nagyon büszkék lehetünk. Az államtitkár arról is szólt, hogy a jövőben is rendeznek nemzetközi versenyeket a megyében. Így az idén többek között láthatnak kerékpáros világkupa futamot, valamint jetski világ és Európa bajnoki futamot is a sport szerelmesei.